Azért vagyunk itt a Vasas Szakszervezeti Szövetség épülete előtt, hogy támogatásunkról biztosítsuk őket, illetve azokat a dolgozókat, akiknek a jogaikért kiállnak. Az ügy valami egész elképesztő módon felháborító és vérlázító, mint azt tudjuk, a koronavírusra hivatkozott lezárások számos munkahelyet és munkavállalót hoztak nehéz helyzetbe, egy ilyen ügy miatt vagyunk most is itt. A Vasas Szakszervezeti Szövetség közlése szerint ugyanis törvénytelenségre készül számos autóipari, gépipari és elektronikai cég a munkaidő keretek kifutása miatt. Ugyanis a lezárások alatt keletkezett mínuszórákat a dolgozókon akarják behajtani. Erre egyébként lehetőséget az elmúlt években nagy port kavart rabszolgatörvény ad nekik, ugyanis meghosszabbíthatták 2-3 évre a munkaidő keretet, így a probléma csak elódázódott, és ezek most összegyűltek, és az a helyzet állt elő, hogy akár 100 000 forintokat is be akarnak hajtani, de van olyan extrém eset, hogy akár 6 vagy 800 000 forintot is be akarnak hajtani egy munkavállalón. A szakszervezet közlése szerint ez törvénytelen, ebben a Mi Hazánk mozgalom teljes mértékben egyetért, ugyanis nem a dolgozó hibája volt, hogy nem dolgozhatott, ő munkára kész volt, és nem is vett föl egyébként semmiféle hitelt, amit be lehetne rajta hajtani. Így az az álláspontunk, hogy ezeknek a cégeknek, ezeknek az autóipari egyébként multinacionális cégeknek ezt el kell számolniuk veszteségként, nem fogja őket a földhöz verni. Egyéb iránt pedig a kormány hibája, hogy ez a helyzet előállt, úgyhogy beszéljék meg egymás között, de a magyar munkavállalót ebből hagyják ki. Egyenesen pofátlanságnak tartjuk, hogy megint rajtuk csattanna az ostor. Még egyszer mondom, ők dolgozni akartak, és nem is figyelmeztették őket előre, hogy ez a helyzet állhat elő, úgyhogy ezek az autóipari multinacionális cégek hagyják békén a munkásaikat, a kormánynak pedig üzenjük, hogy oldja meg akkor ezt a problémás helyzetet, amit ő okozott az átgondolatlan lezárásokkal.